Hát az elmondhatatlan érzés. Kívánom mindenkinek, hogy élj át. Tényleg nagyon jó, mikor a csapat együtt örülhet, és hát igazából ennyit tök erre. Nagyon jó érzés. Nagyon örültem ennek a bajnoki címnek, és büszke vagyok a csapatra, én már hogy jól teljesítettünk, és tívünk lelkünket kitettük a jégre. Jól sikerült, nagyon örültem neki, hogy megnyerhettük az idén is a bajnokságot. Szeretnék még többet ünnepelni a csapattal. Hát igazából az mindig, amikor az a végső duda szól, akkor az, és megnyerzi egy bajnokságot, akkor az természetesen egy nagy öröm. Egy, hogy tényleg srácok betették a munkát, ügyesen próbálták ezeket a dolgokat, amit szezon során tapasztaltak meg használni, és az lehetett is látni. Természetesen az legfontosabb az, hogy végre öröm oda ezen a cserepadon. I think that we deserve this first place. We train hard the whole season, so I think we deserve first place. Nagyon akartunk, tényleg nagyon küzdöttünk. Voltak hibáink, de hát ez benne van. Igazából fizikálisan is szerintem azért ott voltunk, szóval gyorsabban tudtuk járatni a korongot. Igazából ennyi szerintem. Jobb volt a helyzet kihasználásunk, mint az evék, és jól védett a kapusunk, jó volt a védekezésünk, szervezettek voltunk. Volt néha egy-két felesleges kiállítás, de nem volt vészes, és ezáltal be tudtuk húzni a döntőnek a négy meccsét. Szerintem többet koriztunk, többet hajtottunk, mint az ellenfelünk, és talán a helyzeteinket jobban tudtuk kihasználni. Hát szerintem minden nap keményen dolgoztunk, és meccsről meccsre, harmadról harmadra jól teljesítettünk, tudtunk fejlődni. Szerintem ez. Voltak bizonyos dolgok, amit nem mindig tudtunk kiállni az egész csapata, most se tudunk, az nincsenek itt játékosok, amit korosztályilag ide tartoznak. Azért örülök neki, hogy a többiek, aki itt vagyunk, akkor azt tudtunk átvenni ezt a munkát, és saját vár az a felelősség, és tudnak behozni ezt a címet. Természetesen, hogy gondolkodtam, elsősorban a legfontosabb, hogy felmérni, hogy milyen csapaton lesz jövőre, mit kellene változtatni, vagy mi az, amit fog működni. Legfontosabb az, hogy most srácok ünnepős után megkapnak a pihenő idő, mert elég sűrű volt a program napokban, és itt van meg a U18-as VB, ott is remélem, hogy jól fognak szerepelni a srácok. Ezután elkezdünk szépen a nyári felkészülésről, az nagyon fontos számunkra, és meglátjuk, hogy hogyan fogunk állni a következő szezonban.